Folyamatos jegyellenőrzést és utazási kontrollt ígér a Budapesti Közlekedési Központ, amely májusban vette át az ellenőrök irányításának teendőit. A központ első intézkedései között szigorú kvótát, évi 1000 pótdíjazást írt elő jegyellenőreinek. A szakma nem tartozik itthon a legmegbecsültebb hivatások közé. Egyre gyakoribbak az ellenőröket ért inzultusok, és a bérek sem túl vonzóak. Egy-egy pótdíjazással viszont plusz 500 forinttal egészíthetik ki a fizetésüket a jegyellenőrök. Jó napot kívánok, jegyeket, bérleteket kéne felmutatni ellenőrzésnek. A kontroll maradt, a körülmények változtak. Elégedett vagyok azért, most már egyre inkább megtanulták a modort, ami régen nem volt ennyire jellemző. Változott a jegyellenőrök felügyeleti szerve is, májustól már a Budapesti Közlekedési Központhoz tartoznak. A megújulás jegyében a BKK egyik területi vezetője azt javasolta, hogy a jelenlegi ellenőrök évi 1000 alkalommal büntessenek, és a pótdíjazásnak 360 alkalommal befizetéssel kell zárulnia. Például a rendőröknek is megvan szabva, hogy egy adott időn belül milyen bírságot kell nekik összeszedni. Úgy gondolom, már itt is azért vezették be. Nekem a büntetéssel van eleve gondom. Tehát miért nem egy ellenőr állott, aki elad jegyet, vagy kalauznak nevezzük, miért vegzálják az embereket? Vannak olyan emberek, akik tényleg kihasználják azt, hogy rendszeresen ingyen utaznak. Rendszeresen. Tény, hogy jelenleg összesen 37 milliárd forinttal tartoznak a blitzelők a BKV-nak, illetve a BKK-nak. A felhalmozódott követelésből csak évi 800-900 milliót sikerül behajtani a cégeknek. Jó részt az utasok fizetési, pontosabban nem fizetési hajlandósága miatt. Sok panasz éri az ellenőröket. Különösen azért, mert a könnyű prédát keresik, vagyis előszeretettel büntetik a külföldieket és az iskolásokat. A könnyebb préda az nyilván mindig többet hoz. Sajnos az ellenőrök között sem mindenki alkalmas a feladata elvégzésére. Mi nagyon sok becsületes és jól dolgozó ellenőrt is ismerünk, de nagyon nagy a fluktuáció. A BKK illetékese nem állt a kameránk elé. Az elküldött írásos nyilatkozat szerint a cég azt várja ellenőreitől, hogy hatékonyan használják ki a munkaidejüket, és motiválják az utasokat a jogkövető magatartásra. Igaz, ehhez a nemes feladathoz egyetlen lehetőség adott, a büntetés.